Ne karcoljuk meg megint. Mindent a Solaxról. Hol a shurikened? Akarom mondani, snitzered. Shuriken? Itt van, ezek. Egy unboxing videóval készültünk, nagyon sok kérdést kapunk a Solax márkáról és termékekről. Mit tud, miért helyeztük el a portfóliónkban, milyen telepítésekre ajánljuk, és a legtöbb kérdés, amit a műszaki menedzsereink és a technikai vezetőnk kap, az, hogy hogyan kell ezzel a rendszert jól megépíteni. Általában ügyfél igényekről van szó, és azt próbáljuk meg mindig kielégíteni. Nézzük át, Norbi. Nyissuk ki. Ugye egyből, ahogy kinyitjuk, látjuk, hogy van neki egy tartókonzol, ugye ezzel lehet őt ilyen pozícióba felszerelni a falra, erre fog fölülni az inverter. Hány kilós az inverter körülbelül? A közel 20 kiló ez a fajta, uh-huh. De ugye nyilván minél nagyobb a szériába, annál nehezebb. Nagyszerű. Aztán van hozzá egy ilyen kis dobozunk, amiben ugye megtalálható a user manuál, amit egyébként megszokás így dob el mindenki, ahogy kiveszi, pedig rettentő sok hasznos infó benne van. Tehát konkrétan a Solaxra is igaz, hogyha az ember nullát nem tud az inverterről, ezt kinyitja, véglapozza és föl tudja telepíteni, benne van minden. Hogy kell bekötni, hogy kell feltelepíteni, szóval tényleg érdemes megőrizni. De ezt lakossági felhasználó is olvassa el, úgy gondolod, vagy inkább ez a telepítőknek szól? Igazából benne van az, hogy hogyan kell kezelned, hogyha hibakód van rajta, akkor azzal mit tudsz csinálni, szóval mindkét oldal számára van benne hasznos információ. Ők például ugye a gyári árammérő lakatok, ugye ezeket kell felszerelni a betáplálási pontra, hogyha ugye viszvattos vagy akkumulátoros rendszerünk van, akkor ezeken keresztül fogja ő mérni a fázisokon a... Ez régi termékekhez képest egész kulturált méretben van, tehát hogy már befér mindenhova. Igen, hát azért ugye jóval kisebb, mint a régiek, ugye a régi az durván tényleg kétszer ekkora volt, két és félszer ekkora, tehát az nagyon nehezen lehetett bepréselni meglévő elosztókba, de ezeket már teljesen egyszerűen, majdnem azt mondom, hogy átalakítás nélkül mindig be lehet rakni. Aha. Meglévő elosztó szekrény. Ezért smart métert, okos mérőt nem is kötelező venni a Solaxhoz? Solaxhoz ugye nem is szükséges, mert hogy ha felszereljük az árammérő lakatokat, akkor ugye az inverterbe egy sima RJ45-ös csatival látod, ezt lehet nyilván ez 10 centi, tehát ezt nem fogjuk tudni az inverterbe direktbe bekötni, de hogy ugyanúgy akár egy Ethernet kábel, lelek toldással, ami egyébként, ha már itt kibontottad, itt van benne az is. Tehát itt van benne ugye maga a toldó, hogy ugye ezt vele tudod dugni, itt van a sok csatlakozó, tudsz új kábelt csinálni, és akkor igazából... Szokták kérdezni, hogy hány méterig tudod ezt elvinni? Nagyságrendileg ugye ilyen 100-150 méter, ameddig lehet ezt toldani. Menő. Ugye sima CAT 5-ös vagy CAT 6-os árnyékolt kábellel, és ez a táv fölött szükséges csak a smart mérőt beépíteni pluszba. Tehát alapesetben nem szükséges hozzá a smart méter, mert csak a lakatok elég neki ahhoz, hogy tudja mérni a fogyasztást. És mikor ajánlunk smart métert? Hát, hogyha mondjuk, hogy ez a táv nagyobb, mint mondjuk 100-150 okay. méter, vagy hogyha olyan nagy a betáplálás, bár ugye ez nem lakosságba fordul elő, ugye ő 100 amperig tud mérni. Hogyha 100 ampernél nagyobb a betáp, akkor ugye A verzió, vagy nagyobb lakatokat rakunk föl, mert ugye kábel keresztmetszetbe is egy végleges, amit be tud igen. fogadni, és hogyha a kábel keresztmetszet indokolja, akkor tudunk felrakni nagyobb lakatot, vagy hogyha már nincsen olyan nagy méretű lakat, mondjuk 3x400 amperre, ami még ugye gyárilag az inverterbe be lehetne csatlakoztatni, aha. akkor van szükség külső smart mérőnek a használatára, igen. amihez szintén kellenek lakatok. Tehát akkor két lakatot vesz ott a ügyfél? Nem, hanem ugye megveszi külön a smart mérőt, uh-huh. ami ugye nekünk van egyből raktáron, és a betáptól függően ahhoz kell pluszba még lakatot is venni, hogy az méri egyszerre a fázist, ugye a feszültséget, és ugyanúgy külön a lakatokkal az áramot. Na, nézzük, mi van még. Ezek ugye a csavarok. Igen, ugye velük tudod fölrögzíteni. Javarész betonba adják ezeket a csavarokat, ugye benne vannak még a gyári MC4 csatlakozók, amik a DC oldalra vannak, akkumulátorhoz és a stringhez, úgyhogy ezeket is adják, illetve még az érvélyküvelyeket, amivel ugye az AC oldalt tudod belekötni az inverterbe. Igen. És user manuált megtartjuk. Igen, ezt nem dobjuk el.
Ne karcoljuk meg megint. Ami egy elengedhetetlen tartozék, ugye maga az AC oldali csatlakozónak a tömszelencéje igazából. Igen. Ugye ebbe kötjük be az AC oldalt és az RPS bemenetünket is, ami ugye itt van a jobb oldalán alul. Most ugye ez majd ide kerül rá, és akkor úgy lehet bekötni. Árérték arányban ez azért a felső polcos, mert nagy tudású, de azért viszonylag magasabb árkategóriában mozog. Ha komplett rendszer szinten nézzük, akkor ugye akkumulátoros túl azért drágább, azt mondanám az átlagnál, de megbízható is, és nagyon könnyű szerelni. Tehát például a Solaxnak a többihez képest az a nagy előnye, ami mondjuk a többinek kicsit lassabban megy, a telepítés oldalról nézve például, az akkumulátort rácsatlakoztatni a legegyszerűbb, leggyorsabb. Fázis aszimmetriát tud az inverter kezelni, ez ma Magyarországon is nagyon fontos, több környező országban is, és most az új széria, ami az Ultra nevet kapta, egészen 15 kW-tól 30 kW-ig tud hibriden, aszimmetrikusan, akkumulátorral. Tehát, wow. Hogy igazából az már ott ugyan majdnem ugyanaz, mint az 5-től 15 kW-ig hibrid. Uh-huh. Itt, amit nagyon fontos szerintem kihangsúlyozni az Ultránál, hogy ugye az is fázis aszimmetrikus, viszont ugye az 5-től 15 kW-osig a G4-es hibrid széria, ott ugye úgy van az aszimmetria, hogy a névleges teljesítmény 100%-át tudja aszimmetriába eltolni. Tehát ha van egy 10-es inverterünk, akkor ő 10 kW-ot fog tudni három fázison leadni aszimmetrikusan, viszont az aszimmetriának a mértéke az fázisonként maximum a névleges 50%-a. Tehát egy fázisra ő maximum 5 kW-ot fog tudni kiadni, nem fogja tudni a teljes fázistolást megcsinálni, hogy egy fázisra kiad 10 kW-ot. Értem. Tehát ugye összesen le tudunk adni 10 kW-ot, de fázisonként maximum 5-öt. Tehát mondjuk olyat tudunk megcsinálni, hogy 5 kW, 5 kW, 0, hogyha épp azon nincsen fogyasztás. Na most az Ultra az annyiba tér el, hogy ott az aszimmetria az 33%, ami igazából egy negatív irányú aszimmetria, mert hogy ott mondjuk egy 30-as inverternél fázisonként maximum ugyanúgy 10 kW-ot tudunk, de ott megtudjuk azt, hogy az egyik fázison lecsökkentjük ezt a 10 kW-ot akár nullára. Ez beállítás kérdése. Így működik. Ja, ez alapján. Igen, mert ott annyi különbség van, hogy ott nem tud ergo a szimmetrikus teljesítmény fölé menni fázisonként, hanem csak csökkenteni tudja. De ott is ugyanúgy a névleges teljesítményt ki tudjuk adni három fázison, ugye szimmetrikusan, de fölfele nem tudunk onnan már menni. Tehát 10 kW-nál többet, ő egy fázison nem fog tudni adni. Nagyszerű. Norbi, mi a top kérdés, amivel általában telefonon felhívnak, és most Nagycare partnerről beszélek? Mivel szoktak Solax-szal kapcsolatban keresni? A legelső az az, hogy... Szia Norbi! Nem csináltunk még Solax-ot, itt vagyunk előtte, hogyan fogjunk neki? Igen. Most erre én mindig azt mondom, hogy ott a link alul a kis YouTube videót, amin ugye be van a beüzemelés videó végig timestamp-elve, az egészet végig lehet nézni, abban tényleg lépésről lépésre benne van minden. Általában, aki emiatt fölhív, utána többet nem hív föl ez a probléma miatt, mert meg tudják oldani. Telepítői fiókot ki hozza létre? Telepítői fiókot azt mindig mi hozzuk létre, ugyanúgy, mint a többi márkánál, és mi létrehozunk egy telepítői céget, és akkor arra az e-mail címre, amivel beregisztrálják a céget, jön a Solax-tól egy e-mail, ők azzal beregisztrálnak, és ugyanúgy tudják maguk alatt a telepítőket, végfelhasználókat, villanyszerűeket, akit akarnak beregisztrálni, és ugyanúgy fogják látni az ő rendszereket. Működik a távmonitorozás, rendben. Mit Igen. kérdeznek még? Ha be van kötve a szünetmentes, ugye az RPS oldal, Igen. hogy akkor azt egy, hogy kössék be, kettő, hogy állítsák be, mire figyeljenek. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert lakosság is általában kérdezi, hogy a hibrid inverter tudja a szünetmentes tápellátást, akár akkumulátorral, akár akkumulátor nélkül is tudja-e. A G4-es szériának a legfrissebb firmware-ébe ugye van egy olyan funkció, hogy ha nincsen akkumulátorunk, de van napsütés, és be van kötve az RPS oldalra fogyasztó, legyen ez bármi egyfázis, háromfázis, szimmetrikus, aszimmetrikus, akkor amíg van nekünk napsütésünk, és ha elmegy az áram, akkor csak napelemből bizonyos korlátokon belül mi el tudjuk látni a fogyasztókat az RPS körön. Ergo, napsütéses időben akkumulátor nélkül ugyanúgy tudunk energiát hasznosítani,
Super backup funkciónak hívják, ugye? Pont. És ehhez egy villanyszerelési plusz bekötésre van szükség, ami azért elég macerás is tud lenni, de ezt minden esetben tudjuk ajánlani. Igen, ugye alapvetően az inverteren ez egy nem egy nagy plusz, mert igazából plusz 5 vezetéket kell bekötni, egy kábel, ami itt nem egy nagy művelet, ugye itt alul lehet ezt bekötni ugyanúgy, hanem ez inkább a meglévő fogyasztói oldalon, legyen ez lakás, ipar, bármi, az ottani villanyszerelés, de ez egy nagyobb feladat, hogy ezeket a fogyasztókat kijelölni, hogy mit szeretnénk ilyen esetben használni. Na most ugye nyilván ez csak abban az esetben van, ez a super backup, amikor nincsen akkumulátor. Igen. Ha ugye van akkumulátorunk, akkor ugyanúgy tud ez minden pillanatban működni, hogyha az LPS-be van kötve. Tehát, hogyha napközben elmegy az áram, este elmegy az áram, akkor vagy napelemből, vagy akkumulátorból, vagy a kettőből együtt, de ugyanúgy szünetmentesen, ugye az inverter kevesebb, mint 20 millisekundum alatt, vagy 10 millisekundum alatt kapcsol át. 10 millisekundum. 10 millisek alatt, ami ugye még a színusz hullámon belül van, tehát semmilyen fogyasztó nem fog észrevenni azt, hogy nekünk egy áramszünet van a hálózaton, ugyanúgy működik tovább minden. Mik a legfőbb hiba lehetőségek, vagy olyan support telefonhívások, amiket kapunk? Vagy milyen problémáink voltak? Szerencsére még nem kellett soha cserélni, szervizelni. Igazából ugye nagyon megbízható, 10 év garancia, amit ugye lehet bővíteni. Uh-huh. Tehát olyan jellegű meghibásodásunk még nem volt vele, hogy ergo elromlott, hanem tényleg a 95%-a az eseteknek az az, hogy változott a wifi, nem látjuk, hogy termel az inverter távolról, és akkor wifi-re kell rakni. Nagy tehát hogy nagyjából ilyen jellegű probléma van vele összesen. A maradék 5% az pedig abban az esetekben van, amikor frissen fel van telepítve, és valaki mondjuk nem feltétlenül tudta pontosan, hogy kell beállítani, és valamit vagy nem állított be, vagy rosszul állította be, és az ebből adódó problémák jönnek föl, vagy rosszul mutatja a monitoring, vagy nem vált át LPS üzemmódra, hálózati üzemmódról. Ilyen jellegűk szoktak lenni, de ugye ezek nem eszközhibák, hanem ergo hiányosságok a telepítéskor. Tehát ezeket meg gyorsan lehet már eszközölni. Szuper. Jó szívvel ajánljuk a Solaxot. Nem a legolcsóbb termékkategória, de nagyon megbízható, tartós, jó garanciális és support feltételekkel működik, és rendkívül széles spektrumon mozog a műszaki tudása. Igen. Tényleg kismérettől nagyméretig, on-grid inverter, hibrid inverter, kommunikációs eszközök, interfészek, minden van hozzá Solax csomagon belül, tehát hogyha nagyobb, bármilyen komplex összetett rendszert gondolunk, hogy szeretnénk építeni magunknak, legyen ez lakosság, ipari, bármi, Solaxnál ugyanúgy házon belül mindenre van megoldás. Nagyszerű. Szuper. Szóval keresétek a Solax termékeit a webshopunkban, és nyugodtan hívjatok vagy írjatok nekünk, hogyha bármilyen technikai segítségnyújtásra van szükségetek. Köszönjük a mai figyelmet. Köszönjük.